Jó estét kívánok mindenkinek! Eltelt egy újabb hét, és találkozunk most újabb itt a heti értékelőn, amelyet szókimondóan teszek meg újra. És annak ellenére is vállalom ezt a szókimondást, hogy ne talán egyesek akár azt gondolják, hogy ennek nem lenne helye, ezt nem szabadna elmondani a hátteret, nem kell mindent tudjon mindenki, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat. Tehát engemet ismernek, olyan ember vagyok, aki az elmúlt 12 évben nyitott könyv volt önök előtt, és ebben az elmúlt 12 évben együtt tudtunk rengeteg dolgot megoldani. És annak örvendek, hogy azok, akik általában elbújkálnak, és háttéregyességek, és háttérkuli munkák, és akkor úgy szép lassan próbálják kavargatni a dolgokat, azok tekintetében is látok nagy mértékben egy változást, és hiszem azt, hogy egyre inkább egyre több politikus fel fogja vállalni azt, hogy az emberek értelmesek, nem buták. Az emberek értelmesek, látnak, hallnak, tudnak olvasni, össze tudják rakni az információkat. Azért, mert valakinek van egy mandátuma, hát nem azt jelenti, hogy egyből kap hozzá észt is, hanem azt jelenti, hogy van egy lehetősége, hogy álljon szóba azokkal, akik megbízták, és hiszem azt, hogy rengeteg jobban kvalifikált, rengeteg több információval rendelkező emberről, mint akár mi, akik ahányan vagyunk politikusok, és akkor miért kell elbújni? Miért kell csendben, úgy szépen háttérbe intézni a dolgokat? Úgyhogy a ma este is erről fog szólni. Igen, tudom, hogy egyeseknek ez kellemetlen lesz, de hát erről fog szólni a ma este is. Bízom benne, a jövő szombat is hasonlóan fog menni, és a további szombatok is. Azzal kezdeném, hogy elnézést szeretnék kérni a Csíkszentkirályi 18 évesektől, hisz ma délután meghívásom volt 18 éves nagykorosítási szentmise volt tartva számukra, nem tudtam elmenni a régió díjugrató kupára sem, amiért gratulálok a Remetei Lovas Klubnak és minden lovas embernek, akik a lovas sportokat próbálják támogatni, szervezni, és annak a sok-sok gyereknek lehetőséget adnak. Ma Kissolymoson kellett volna legyek, nem tudtam elmenni, és ugyancsak nem voltam ott a régi zenefesztivál megnyitóján, amely ma kezdődött el, és egyszerű oknál fogva ma azt mondták itthon nekem, hogy itthon kell maradni. Ugye múlt héten édesapámnak oda születésnapja, ma a feleségemmel a 22 éves házassági évfordulónknak van pont a napja, tehát július 11-én volt a polgári esküvőn Brassóban, úgyhogy ez volt. És még van egy harmadik dolog, ugye volt a múlt szombat, most ez a szombat, és jön a következő szombaton első áldozás a középső lányomnak. Még nem tudom, hogy hogy lesz. És tényleg nem tudjuk még, hogy hogy lesz. Gondolkozunk, tanácskozok a feleségemmel, hogy szervezzünk nagyon szűk családi összejövetelt, vagy sem. És gondolom, hogy nagyon sokan vannak így, és mindenkit nagyon megfontolt, és nagyon óvatos, és hát olyan döntésre intek, amely keretében egymásra tudunk vigyázni, főleg a közeli hozzátartozóinkra, a szülőkre, nagyszülőkre, hisz a legnagyobb veszélyben ők vannak. És hát nézzük meg, hogy mi a statisztika most ezen a héten. Ezen a hét, a mai napon 372 igazolt esetünk van a mai napig, és azt tudom önöknek elmondani, hogy tehát a 372-höz képest meggyógyult 285. Bízom benne, hogy mindenki jól van a 285 ember közül. Sajnos 11-en haltak meg, és azt szeretném elmondani, mindenki, aki most ebben a pillanatban még pozitívan volt tesztelve, kórházi elhelyezésben van, hogy gyógyulást, kitartást, és bízom benne, hogy minél hamarabb vissza tudnak térni a munka mezejére, ki hol dolgozott, ki mit csinált, és én tényleg arra kérem önöket, hogy a családtagjaikat, a hozzátartozóikat segítsük, figyeljük rájuk, és az, ami volt a vírusjárvány elején, hogy szinte meg ki voltak közösítve a hozzátartozók egy-egy pozitív eset tekintetében. Remélem, ezen a gyerekes magatartáson túlnőttünk, úgyhogy kitartást, gyógyulást, és hát most ebben kávé van, de
Bízom benne, hogy minél hamarabb akár kocintani is tudunk, hogyha úgy hozza a sors. Úgyhogy menjünk előre. Ami még kell tudni az elmúlt időszakban, a hét folyamán, hogy a 75 személy van kórházi ellátásban, és 903 jött ki, és ilyen szempontból nagyon fontos, hogy a kórházaink teszik a dolgukat. Gratulálok nekik, és kitartást kívánok. Mi akkor is, hogyha néha-néha egy-egy orvos vagy egy-egy asszisztens tekintetében kimutatják a fertőzést, de ma már felemelt fővel és jó hangulattal teszi mindenki a dolgát. A hét egyik nagy eseménye volt a vírus tekintetében az a törvény, amit elfogadott most a képviselőház, és köszönöm szépen Korodi Attila parlamenti képviselőnek, Csíkszereda polgármester jelöltjének, hogy ideadta nekünk. A tegnap kértem el este, azért a tegnap este, és meg szeretném köszönni a fordítási igazgatóságunknak, Gáspár Izabella kolléganőm vezetésével, akik már pont azért, hogy ma tudjunk hiteles információkról tájékoztatni önöket, lefordították, tehát itt mindjárt majd a kommentbe beteszem a linket, és el tudják olvasni, miről van szó. Nagy lényegi változások nincsenek, fogalmakat tisztáznak, hogy hogy kell, mit, hogyan kell értelmezni, kinek mi a jogosítmánya, milyen döntéseket hol lehet beperelni, hivatalos közleményben mi jelenik meg, mi az országos parancsnokságnak a hatásköre, tehát ezeket szabályozzák be, amit ugye az Alkotmánybíróság elütött. És ilyen tekintetben ajánlom, olvassák el, remélem a szenátuson már sok változás nem lesz, úgyhogy ezt itt lenne, mindjárt ott lesz a link, el tudják olvasni. A héten találkoztam valakivel, és olyan emberrel, aki foglalkozik, szociológus, és európai szinten foglalkozik az ifjúság helyzetével, illetve kutatásokat vezényel, az Unió nevében finanszíroz, tehát egy igazgatóról van szó, aki nagyon komoly dolgot mondott, hogy ez az év egy óriási kiesés lesz a fiatal generáció tekintetében. Nem tudom, ezt hogy tudjuk pótolni. Nem tudom, önök gondoltak ebbe bele? Mert most itt kinézek az ablakon, ott vannak kint a lányai, itt vagyunk egy udvarban, és nagyon sok fiatal számára a kapcsolat tartás lehetősége, a barátságok ügye, az utazás, a megtapasztalás, a felnőtt korra való rákészülés, az a sok-sok-sok impulzus meg, sok-sok-sok akár kudarc, ami úgymond megerősíti a fiatalt, hogy egy erős felnőtté váljon, és ne felnőtt korába futamodjon meg a felelősségek elől. Ez az év így ki fog kerülni. Hát hányan jönnek? Lakodalmak, esküvők, keresztelők, ugye nekem első áldozás. A lányomnak egyik legnagyobb ezévi vágya volt, hogy egy olyan első áldozás legyen, mint amit ő megálmodott a valamikor, és nem lesz olyan. És ezeken kell gondolkoznunk, ez az év ki fog esni, és a társadalmunk ezt hogyan fogja pótolni. Úgyhogy ezen kell megyei tanácsként is, illetve mindenki a saját közösségében gondolkodjon, hogy mi lesz a fiataljainkkal, mi lesz a gyerekeinkkel, hogyan tudjuk pótolni számukra azokat az élményeket. Na most ugye be vannak nyomva otthonra, be vannak nyomva a tévé, számítógép elé. Ez vajon, ez a virtuális, illetve a virtuális világot, hogyan tudjuk számukra bepótolni? És ugye látják jól, hogy mindenki azt jósolja, jön a második hullám, és a második hullám az még sokkal nagyobb lesz, mint az első. És még jobban be leszünk szorítva. És látjuk a különböző országok, most már elkezdték Romániát kitiltani. Tehát ami még mostani nem volt. És néhány országról is szeretnék önöknek beszélni pont ezért, mert nagyon sokan hívtak telefon, illetve írtak. Tehát Magyarország tekintetében nincsen változás eddig a pillanatig. Tehát nagyon sokan hívtak, hogy mi van, lehet menni, jönni, menni. Magyarországon nincsen, úgyhogy ilyen szempontból nincsenek korlátozások, és szabadon lehet menni, jönni Magyarországról. Tehát ezt tudom elmondani. Németországban, másik ország, amivel nagyon sokan megkerestek, nincsenek lezárva a határok, és nem is láttuk, néztük a német honlapokat. Úgy nekünk minden megyei tanács igazgatóságon felel egy országért, ezért, hogyha megnézik a honlapomat, akkor fogják látni, hogy a mindegyik országban melyik héten milyen intézkedések voltak. Ajánlom, nézzék meg a honlapomat, mert ott vannak a különböző. Vagy nézzék meg a korona.hargitamegye.ról.
Tehát mind a két hely fel van téve, csak mivel úgy a Facebook, mint a honlap tekintetében is nagyobb a látogatottság az én oldalamon, mert a személyes kapcsolattartást önök úgy nézem, úgy látom, jobban értékelik. Ezért, amit a megyei tanácshoz feltesszük hozzám is azért, hogy tudják önök elérni. Tehát Németországban nincsen semmilyen változás. Ausztria, szükséges, aki ott maradt, egy negatív tesztet, amely nem 4 napnál korábbi vigyen magával, és ez a molekuláris teszt kell legyen, illetve aki átutazik, tehát Ausztrián keresztül megy Németország vagy máshova, azok számára nincsen elkülönés, csak végig kell menni, és nagyon figyelnek oda a szabályokra, nagyon nagyok a büntetések, illetve nagyon hamar megfordítják, hogyha közben meglátogatják Bécset, ahogy mennek Németország felé, ne tegyék. Úgyhogy erre figyelnek oda. Szlovákia, számomra ez egy érdekes. 14 napos elkülönítés van aki, tehát aki felvidékre megy, 14 napos kötelező elkülönítés van. Át lehet utazni Szlovákián, hogyha 8 órán belül, tehát 8 órán belül átmegy Szlovákián, mit tudom, egy Csehországba vagy máshova, és nem áll meg. Jó. A karantén és az elkülönítés tekintetében ajánlom, hogy itt lenne a törvényt, olvassák el, változtatják a szabályokat, tehát azt jelenti, hogy karantén az, ami régebbi elkülönítésnek neveztünk, és elkülönítés az lesz, aki mondjuk akár pozitív, vagy olyan kontakt, és akár orvosi felügyelet mellett különítik el, illetve egyelőre nem kell még sehonnan sem, továbbra is érvényes, hogy aki bejön, nem kell se karanténban, se elkülönítésben vonuljon. Nagyon sokan feltették a kérdést, mit csinálnak a kisgyerekes családok. Nagyon sok ember, nekem is vannak munkatársaim Görögországban, pont egyik kolléganőm most, ma, ha jól tudom, ma indul, vagy kellene induljon. És még a múlt év őszén lefoglalta a görögországi nyaralását. Nagyon fontos, hogy Görögországba csak egy helyen lehet bemenni. Nagyon fontos, hogy 24 órával a beutazás előtt kell regisztrálni, van egy honlap, azt megint megtalálják a honlapomon, hogy hol lehet ezt elérni, és oda kell figyelni nagyon, hogy hol milyen szabály van. Mit tudok ajánlani, menjenek, ne menjenek nyaralni? Mindenkire rá van bízva. Nagyon fontos, hogy tájékozódjanak időbe, illetve amit én ajánlok önöknek, a gyerekeket készítsék fel, hogy az a sima átjutás a határokon lehet, hogy néhány esetben hosszabb lesz. Tehát valahogy úgy kell tervezni az utat, hogy akár meg kell állni. Tehát amit lehet eddig mostanig egy nap alatt le lehet egy nyomni, azt lehet, hogy csak 2-3 nap alatt tudják megtenni. Tehát ilyen szempontból a családosoknak ezt ajánlom, hogy készüljenek fel, készítsék fel a gyerekeket. Mi személy szerint, az én kis családom, egyelőre nem megyünk sehova nyaralni. Több oka is van, az egyik az, hogy tényleg ez a növekvő hullám, és mi hisszük azt, hogy az én azok közé tartozik, és az én családom is, hogy kell aggódni, kell tartani ettől a vírustól. Nagyon sokan küldtek nekem filmeket, hogy hát nem kell semmit. És én tovább is azon nem vagyok abban a táborban, aki tagadja a vírusnak a veszélyét. Sőt, én abban a táborban, aki azért dolgozik, hogy aki ezt akár pozitív lesz, hogy hogyan gyógyuljon meg, az ellátási rendszer működjön, és legyen minden rendben. Igen, Ausztriát mondtam, karantén. Igen, bővült, akik jönnek befelé, tehát Európából, Luxemburg, Svédország és Portugália kivételével, ahonnan, aki jön, akkor ajánlják az elkülönülést, a többi helyről minden rendben van. Tehát a házi elkülönítés nem kötelező továbbra sem, csak ajánlják. Határok lezárására még nem tudunk semmit, úgyhogy ilyen szempontból várjuk, ugye most a szenátus kell megszavazza a törvényt jövő héten, utána pedig ki fogják hozni a sajátos jogszabályokat, úgyhogy ilyen szempontból várjuk, hogy mi fog történni. Közben kérem önöket, hogy osszák meg ezt a videót, mert nagyon sok embernek mondtam, hogy majd ezeket az információkat itt ebben az e-heti videómban fogják megtalálni, és kérem, osszák meg ezt a videót, nagy segítség számomra is, illetve azok számára, akik további információkat szeretnének megtalálni.
Jó. Még egy érdekes adat, ami a vírussal kapcsolatos. Én köszönöm Bíró Barna Botondal elnök úrnak, mert együtt hoztuk meg azt a döntést, illetve köszönöm a megyei tanács testületének, mert egyhangulag megszavazták, tehát mindenki megszavazta azt a döntésünket, hogy a gazdaságnak kell mennie a vírus időszak alatt is, és mi nem fogadtuk el azt a megoldást, amit súlykoltak egyesek, sőt, még fel is voltunk jelentve az elmúlt időszakban a számvevőszékhez, hogy mindenféle fapados bentlakásba azokat a családokat, gyerekeket, soknapos úton keresztül hazaérkezett embereket begyömöszöljük, ahol van egy trics ágy, egy asztal és egy szék, legtöbb esetben közös mosdóhelyekkel, stb. Hát nem bűnözők azok az emberek, akik az elmúlt hónapokban hazajöttek. És mi azt mondtuk alelnök úrral együtt, hogy keressünk olyan szállodákat, panziókat, ahol el lehet helyezni ezeket a családokat. Úgyhogy köszönöm szépen az együttműködést a tanács testületnek, és igen, szeretném jelezni, hogy túl vagyunk a számvevőszéki feljelentésen, számvevőszék azt mondta, hogy rendben van, úgyhogy most sem sikerült rajtunk fogást találni. Na, de a lényeg az, hogy a Hargita megyei gazdaságban közel 200.000 eurót tudtunk így bepompálni olyan vendéglátó helyekre, ahol nem kellett az alkalmazottakat elbocsájtani, és ez a 200.000 eurót bízom benne, hogy vissza fogja adni a kormány. Egyelőre ennek a 200.000 eurónak csak még a 10%-át sem adták ide, tehát 5%-át adta vissza az egészségügyi minisztérium, de én tudom azt, hogy egyrészt jót tettünk azoknak, akik kényelmes körülmények között, nem bűnözőként, nagyon kemény külföldi munka után, kifáradtan, stb. Ezt a 2 hetet végig tudták csinálni, el tudtak lenni valahol normális körülmények között, illetve a vendéglátósoknak, mert 200.000 euró bement, amiből fizetés lett, amiből élelmiszer lett vásárolva, amiből takarítás volt, ágynemű mosás, tehát, és én köszönöm Birta Antal vezérigazgató úrnak, mert ő volt a főtámaszunk ebben, és a csapatának, hogy ezen túl vagyunk. No, első fejezet eddig volt, második fejezet, mi történt a héten? Hát a héten sok minden történt. Nagyon sokan foglalkoztak az utak és hidak ügyével, ezekkel jövünk, bírjuk, van egy hangos 2,5%-os kisebbség, akinek nagyon erős a véleménye, figyelmeztetek mindenkit, aki övön alul ereszti, vagy jön, azokat kizárjuk, tehát nem. Elfogadom a kritikát, és sokszor tanulunk ebből, de az, aki nagyon-nagyon alpári módon is látszik, hogy egy fiktív profillal, sőt köthető valamelyik törpepárt támogatói köré. Ugye, amikor ezt honnan lehet látni? Hát honnan lehet látni, hogy rámegyek egy ilyen embernek az oldalára, és megnézem, kik a baráta, és akkor egyből kiderül, hogy ez igazából ez most egy törpepárti parancsra teszi. Ilyen vegyet mosolygok, és válaszolok, hogyha olyan, hogy érdemes legyen válaszolni ellen, mert nagyon komolyan veszik a beruházásainkat, és mennek az összes beruházásunk, úgy a csúszások tekintetében látják a híd az épül a Décsfalvi, illetve ebben a pillanatban 117 beruházásunk megy valamilyen fázisban. Mindenhol lehetnek gondok, hibák. Ez a ház is, amikor épült, igaz, hogy a feleségem volt az építőmester, tehát ezért sokat is csodálkoztak az építők, hogy én sokat nem jártam, amíg ez a ház épült, ahol lakunk, de sokszor kellett hibát kijavítani, sokszor kellett, volt, amikor egy cső szakadt, volt, amikor talaj, nekünk is itt megmozdult a talaj, stb. Ezekre mind kellett hozni intézkedéseket, és ígértem önöknek, nem volt időm, az az igazság, annyi dokumentum van, annyi minden van a Tordátfal, a Tarcsafalvi csúszásról, ezeket szeretném önöknek bemutatni részletesen, kérem még kicsit a türelmüket, ott van minden, ott van a máskönyvben a dokumentumokat, aki addig is el akarja olvasni, felmegy a beruházások.hargitamegye.ro oldalra, és ugye nekem ezzel kezdődik a profilom, úgyhogy csak ott fenn rá kell klikkelni, ki tudja választani a 135-ös útat, és el tudja olvasni, sajnos ezek a dokumentumok mind román nyelven vannak, de el tudják olvasni, hogy mi a dolognak a lényege, és ez, hogy nem sikerült megcsinálni rendesen, és 10 év alatt semmit sem, és van-e legalább egy, amelyikkel nincsen baj, ezek, ezt így szoktam mutatni, igaz, hogy van egy politikus kollégám, akit ez nagyon zavar, elnézést kérek, de tényleg ezt tudom mondani.
Jó, de az utakkal foglalkozunk, jövünk és fogunk egyeztetni. Békás Szoros jött vissza többször. Még egyszer elmondom, Békás Szoros, amikor odaadták Nyánc megyében, akkor én tudják, hol voltam? Egyetemen. Tehát 1996-ban én jártam Budapesten az ELTE-n, jogi karon, politológus szakon jártam egyetemben. Most még egyszer eltudom, tehát amikor odaadták Gyergyóból a Békás Szorost a szomszéd megyének, akkor én egyetemre jártam. Gyergyóban jöttem haza általában koronával, apám várt és vitt haza Csomafalvára, vagy mikor nem volt rá lehetőség, akkor vártam, amíg lett busz, vagy stoppoltam. Tehát én, amikor a Békás Szorost úgymond eladták a szomszéd megyének ilyen vagy olyan érdekek mentén, akkor én még egyetemre jártam. Megkérem szépen, ne kérjenek számon rajtam, most melyik egyetemi tanárom a hibás? Vagy nem értem, hogy mi a kérdés. Na tehát ez jött fel többször. És igen, van egy jó híre, Kerekes Editnek és a Peteki, Dájai, Jáspalvi, Égei embereknek mondom. És meg szeretném köszönni Gróza Noémi kolléganőmnek, illetve Lakatos Zsolt kollégámnak. Tehát a közbeszerzéses csapattal az elmúlt hetekben minden nap szorosan dolgoztunk. Bekerült ennek az útnak az ügye a világbanki monitorizálás alá, csúszott egy sor dolgot a közbeszerzés, mert nem volt elég jól előkészítve minden, persze ezt is tegyük hozzá, de most már ezeken túl vagyunk, és ennek a hatásos minden nap írtunk egy levelet mindenfelé, akciónak az a vége, hogy jóvá hagyták a közbeszerzési dokumentációnkat, és ahogy megjelenik a SZIKÁP-on, tehát jóvá van hagyva, de még nem jelent meg. Remélem, hogy ez hétfő-kedden meg lesz, akkor onnantól már lehet számolni, hogy én bízom benne az évben, csak sikerül indítsuk a munkálatot, és ahogy mondtam, még adós vagyok önöknek egy részletesebb, itt is beszámolva, mi történt, hol voltak a csúszások, miért nem tudtunk mi is elindulni, mint Kovászna megye, és még egy sor másik megye. Jó, a héten még, ami volt a Brüsszel, igen, a héten voltam Brüsszelben, nem tudom mennyien tudják, ezt mondták a kollégáim, hogy néhányan, hogy ezt nem mondjam el, mert milyen dolog, hogyha elmondom, hogy én közben elmentem Brüsszelbe, el kellett menjek Brüsszelbe, csütörtöki napom Brüsszelben volt, mentem és jöttem, majd szoktam máskülönben, és egy nagyon fontos témaköré mentem ki, a munkahely teremtés, a fiatalok képzése, az oktatás, az átképzés, úgyhogy ilyen szempontból erről majd lesz egy videó, és el szeretném önöknek mondani, hogy nagyon meglepődtem azon, hogy mennyire betartják a szabályokat. Úgy mentem, hogy Ausztriában, Bécsben volt leszállásom, utána folytattam tovább Bécsből Brüsszelbe, visszafelé pedig Brüsszel, Frankfurt, Bukarest, és el szeretném mondani, hogy mindenhol a szabályokat mennyire betartják. Tehát ezek a vírustagadó emberek, akik azt mondják, ó, hát nem kell maszkot, nem kell semmi. Tehát higgyék el, tehát Brüsszelben, igen, több mint fele most már lassan a városnak bevándorolt, de betartják a szabályokat. Nincsen gyúródás, ki vannak halva az utcák. Tehát nem ünnepelnek, buliznak, söröznek, hanem komolyan veszik a vírust, és mindenhol a szabályokat nagyon komolyan betartják. Úgyhogy tőlünk nyugatabbra három ország, amelyeken átmentem, Ausztria, Német és Belgium. Ha ott nagyon komolyan veszik, én ajánlom önök is vegyék komolyan. Na de ezzel a témakörrel vissza fogok jönni még. Igen, a szomorú esetünk volt pénteken, medvetámadás Madéfalván, és ugyancsak a héten volt medveügyben megbeszélésünk, de maradjunk Madéfalvánál, egy 26 éves fiatalember, és eléggé sérült, de az állapota stabil, közbelépett a megyei sürgősségi kórházon csapata, és nincs megoldva a helyzet. Én tudom, most nagyon sokan azt mondják, hogy kár bejelenteni, kár a medvét jelezni, stb. De tegyék meg. A héten másfélben kedden volt egy megbeszélésünk a Környezetvédelmi Minisztérium képviselőjén, Zoom-on, tehát online rendszerben. Egy nagyobb Európai Uniós pályázatot szeretnénk letenni, bevonva úgy a mezőgazdasági, mint a Környezetvédelmi Minisztériumot, a vadásztársulásokat, a különböző, hát
korrekt civil szervezeteket, kutatókat, és azt szeretnénk elérni, hogy ezen a helyzetre az Európai Unió, Brüsszel adjon pénzt. Sajnos a minisztérium nem teszi a dolgát, én ezt elmondtam nekik is. Ahogy elmondta a minisztérium képviselője, továbbra is rossz irányba haladnak, tehát nincs semmi jó hírem medvekérdésben Bukarestből, de nem adjuk fel és harcolunk érte, jövő héten folytatjuk ezt az egyeztetést. Addig is az a kérésem, hogy itt van a Csíkszentmártoni eset, meg egy sor eset van, mert az a könyörgöm, tegyék le a kárdoszárokat, tehát tegyék le, én is személy szerint, mikor itt voltam medve mellettünk néhány napja, egy hete, letettem a bejelentésemet, önök is tegyék le, másképp nem lesz a habituált, tehát az emberi közelségre rászokott medvéknek az ügyében döntés. És kérem a vadásztársulásokat is, mert azok tekintetében látom a legnagyobb passzivitást, jogosan. Tehát a vadásztársulásnak ebből nincsen jövedelme, van egy csomó baja, és még csomó bürokrácia. Úgyhogy ilyen szempontból a medve kérdés kell tovább dolgoznunk rajta. Ami rajta múlott, vagy múlik rajtunk, azokat igyekszünk megtenni. Ne azt mondják, hogy nem csináltunk semmit, mert azért nem tudok semmit sem kezdeni. Mondják azt, hogy mi az, amit még tehettem volna, vagy tehetne a csapatunk, a megyei tanács, akinek úgy másképpen különösebben nincs is hatásköre a medve kérdés, azt elmondtam százszor, de látják, az idáig elértünk, tüntetésektől kezdve, Brüsszelig és nagy ragadozós platformtól egy sor dologig. Úgyhogy ilyen szempontból az a kérdés, amit jelezzék. Másik heti történés tegnapi számomra megtisztelő volt, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek Hargita megyét választotta egy sajátos projektjüknek az indítása a helyszínnél. Tehát a bizalom a gyulafehérvári érsekség részéről a Hargita megye tanácsának a különböző kezdeményezése és programjai felé úgy látom, ahogy mondta a püspök úr is, nagyon erős. És jó volt hallani, ugye a múlt héten voltam Kolozsváron, ugye ezt mondja a Református Egyház, és ugye ezt mondja az Unitárius Egyház. És cigánypasztoráció, illetve mély szegénység. Ma reggel ment ki a film, egyből jött a sok-sok-sok komment, és ezeket én megértem. Tehát látják, nem válaszoltam idegesen. Mert sok a hiedelem, és meg szeretném köszönni annak az embernek, aki odaírta, hogy akkor a különböző szociális juttatásoknak az ügyében is kéne egy tájékoztatás, hogy mi hogy van, miként, mert nem olyan egyszerű sem a szociális támogatási rendszer, sem annak a lehetőségei, de nem is az a baj. A baj a bűnözés, az iskola elhagyás, a baj az, hogyha csökken a létszám az iskoláinkban, akkor azokat be fogják zárni. Hát nem lehet azt, hogy mindenkit a nagyvárosokba vigyenek be, óvodába, iskolába. De lassan haladunk afelé. Azt sem lehet, hogy mindenkit bezárni börtönben, mert látjuk, hogy a bíróság nem döntenek olyan szempontból, hogy a lopások tekintetében lennének szankciók. És még lehetne sorolni. Illetve másik oldalról nézzük meg azokat is. Tehát az, hogy most a három kispap közül, akit fel lett szentelve gyulafehérvári érsekségen, egy roma származású, cigány származású, de ugyanígy tudunk orvosokról, tudunk tanárokról, tanítókról, tehát nem lehet elítélni egy nemzetiséget, ahogy köztünk is, magyarok között is vannak gyenge magyar emberek, nagyon gyenge magyar emberek, akiket szégyenkezünk, amit tesznek sokszor. Tehát ilyen szempontból ezzel kell foglalkozni, és igen, azt mondtam, hogy lehet, hogy ez nem a legjobb időben volt, de most persze, most a vetélytársaim, azok, akik szeretnék, hogy karóba húzba, négybe vágva legyek, most gondolom elindítják a kampányt, erre szép. Hát én ezt mondtam, és odaírtam a kommentben is, hogy az a politikus, aki mindennapi hangulat szerint, mint a szélkakas akarja szervezni az életet és végezni a mandátumát, annak a pályája rövid lesz. Az a politikus, aki tudja, hogy hova akar eljutni, és ahhoz kérje az emberek közreműködését, ahhoz keresi a partnereket, illetve korrekciókat végez menet közben, annak azt gondolom, hogy hosszabb lesz az útja és sikeresebb. És ezért is köszönöm tényleg, hogy kérték, hogy a szociális támogatási rendszerről majd legyen beszélgetés. Igen, a héten volt egyeztetés, köszönöm Antal Árpád polgármester úrnak, Csepi-Szentgyörgy polgármesternek, hogy megszervezte, és nem hagytuk, hogy az Európai Uniós pénzek ügyében lezárják a folyamatot, harcolunk azért közösen Hargita Kovácsnál és Maros megye,
rekedkedő fizikben legyen Európai Uniós pénz. De erről is még vissza fogok térni mindjárt. És ezek voltak a fontosabb dolgok a héten. Politika, közélet szempontjából el tudom mondani, hogy hétfőn voltam Kolozsváron a szövetségi elnökség, illetve szövetségi állandó tanács az RMDSZ-nek hallgatott meg. Úgy mentem oda, bíztam abban, hogy hazajövök, mint az RMDSZ Hargita megyei tanácselnök jelöltje. Sajnos ez nem történt még meg, és azóta is folyik a húz meg, erez meg. 30 év versus nem tudom, egyéni ambíciók, vagy hát olyan dolgok zajlanak az elmúlt napokban is, ami, ahogy szokták mondani, az emberi darabig bírja, de vajon meddig? Tehát van-e értelme ennek a szappanoperának, ami zajlik, hogy nem számít a munka, nem számít a munka, nem számít a támogatottság, nem számít a bizalom, nem számítanak az elképzelések, nem számít, amit le volt téve, hanem nem tudom, mi számít. Egy embernek az ambíciója. Tehát ilyen szempontból ez egy érdekesség is. Én hiszem azt, hogy a közös munkával kell tovább haladni. És igen, én eddig is átadtam, nagyon sok helyen voltam vezető tisztségben, és mindig úgy adtam át, hogy becsülettel és tisztességgel, és meggyőződéssel, és tudom, hogy mindenhol jól folytatták a munkát. Ellenben ott, ahol a versenyt kizárják, tehát ahol nem engedik, hogy versenyez, hiába kérte, nem engedték a versenyt, nem engedik, ahol csalás, ahol a bizalom nélkül, ahol csak akár a jelvény mögé bújva akar bárki is tisztséget magának, ott én nem érzem úgy, hogy nekem szabadna hátrább lépni. Nem érzem úgy. És köszönöm a csiki polgármestert, mert a tennap este is ezt konfirmálták, hogy nem. És meg szeretném köszönni az udvarhelyszéki polgármestereknek, illetve a területi RMDSZ vezetésnek, hogy ugyancsak a tegnap volt ülésük, és ott is azt mondták, hogy szó sem lehet. Úgyhogy ez egy helyzet, amiben bízom benne, hogy pénteken tudunk dönteni, már csak annál is inkább tudunk pénteken dönteni, mert tegnap átvettem a megyei RMDSZ vezetést, tehát a Hargita megyei RMDSZ vezetést a tegnapi naptól jövő év július 1-ig el fogom látni, nehéz feladat lesz. Persze nem olyan a Hargita megyei RMDSZ elnökség, mint mondjuk a Kovászna megyei vagy a Maros megyei többi, ahol megvan a hierarchia, mi most három csapat, tehát Gyergyó, Udvarhely és Csík hálózatos, de erős együttműködésünkben kell megyei tanácselnököt vigyünk sikerre, egy többségi, lehetőleg kétharmados megyei tanácsos listát, a polgármestereinket meg kell tartsuk, és ott, ahol nincs egyesség, tehát ahol nincs egyességünk külön, mert mit tudom, Csík-Csicsóban már rég ezt megbeszéltük, de lesznek még települések, ahol nem indítunk jelöltet, hanem együttműködünk, és ezeket kell sikerre vinni, és azonnal indul a parlamenti kampány. Tehát azonnal fog indulni a parlamenti kampány. Hargita megyén sok múlik. Nekem olyan furcsa volt, hogy tényleg körbejártam a múlt héten az egész országot, és mindenki azt mondja, hogy hát a Hargita megyei több mint 100 000 szavazat, meg minden, a munka. Hát szó, nem is lehetne szó arról, hogy ez most kérdőjel van téve. Hát, tehát kéne veregetni a vállunkat is. Na, fiúk, elszétek, lányok, hölgyek, hozzátok a jó eredményt. Valahogy most nem erről van szó. Furcsa. És igen, erről fog beszélgetni. Mi akkor is, hogyha ez kellemetlen, kényelmetlen, ezért, meg akkor is, hogyha ezért esetleg bármilyen szankcióban részesülhetek, mert azért ennek a heti beszámolnak is a neve, hogy szókimondóan, mert én kimondom. Nem tudott elhallgattatni sok mindenki, és nem fog tudni ezután is. Én felemelt fővel fogom ezt a pályát elhagyni, amik vannak eljön az ideje, de a kistílő pitiáner játékokat nem tudom felvállalni. Nem leszek abban részes. Nem voltam a részes a csíkszeredai tavasz előtt sem, amikor ajánlották, hogy bársony szék minden, csak győzzem meg Korodit, hogy lépjen vissza. Nem tettem meg. És nem fogom soha megtenni. És amikor azért fogok kiállni, hogy olyan emberek legyenek tisztségben, akik képesek húzni a szekeret, és nem csak a szekérbe fel akarnak szökni.
És nem oldalról, ahogy még hallottuk, nem, előről akarom húzni. Jó? Úgyhogy jövő pénteken hetülés, lássuk, lesz a döntés. Ha nem lesz jövő héten pénteken döntés, akkor megint visszakerülünk Kolozsvára. Nem tudom, mi lesz. Lesz, ami lesz. Megyünk előre. Én mondtam, hogy számíthatnak rá a továbbiakban is. Jó. A héten utolsó rész. Héten mi fog történni? A héten foglalkozunk továbbra is a beruházásokkal, csúszások. Bízom benne a nagyköves rendszerrel, most meg tudjuk próbálni Tarcsafalvánál, hogy hogy tudunk egy helyen egy csúszást megállítani ideiglenesen, amíg lesznek elkészülnek a tervek a 12 méter mélységű beruházásokra. De nem csak itt, hanem a többi helyen is menjünk tovább a beruházásokkal, az utakkal. A kórház tekintetében gratula a felcsíki polgármestereknek, közbirtokosságoknak. Hétfőn adjuk át azokat az ágyakat, amit 60 ezer leértékben adományként hoznak a kórháznak. Jövő héten foglalkozunk tovább is a kiemelt projektjeinkkel. Kedden lesz tanácsülésünk és a székelyföldi kerékpáros körverseny. És gratulálok a szervező csapatnak, hogy megszervezik, mert ezzel megint nemzetközi szintéren Székelyföld ott lesz, erről kell döntsünk, illetve a gyerekvédelemnek a fizetésre azt a kicsi pénzt, amit adott a kormány, azt biztosítsuk. Elkezdődött a Régi Zene Fesztivál, ahogy mondtam, mától kezdve jövő hétvégéig. Régizene.ro, látogassanak el a honlapra, mert távolról is lehet követni. A sajátos munkacsoportjaik igen dolgoznak több területen, és arról remélem a héten tudunk majd betekintést nyújtani. Távmunka, közmunka, kis licitek, a kis céget megsegítése ügyében. Tehát 12 munkacsoportunk dolgozik, turizmus, stb. És ezekkel szeretnénk a gazdaság élénkítésben ott lenni. Hétfőn és kedden Csík, Udvarhely, Gyergyó plebánosait fogjuk látogatni, szeretnénk a szerződéseket megkötni, pont azért, hogy minél hamarabb azok a kis vállalkozások, azok a kis műhelyek, akik közel 1 millió euró értékben most kapnak megrendelést, ugye most a pénzt elutaljuk előre, és már lehet abból fizetni, tehát nem utólagos elszámolás, kössük meg a szerződéseket. Úgyhogy kérem a plebánosokat, a tiszteleteseket és a lelkész asszonyokat, hogy számítsanak, aki nyert, az a 73, hogy fogunk találkozni egy kis időre, írjuk alá a szerződést, és néhány napon belül utaljuk a pénzt. Szerdán, mondtam, visszatérünk még az EU-s pénzek ügyében, meghívásomra itt tartja az ülését a Központi Fejlesztési Régió, 6 megye van benne, Hargitán kívül Maros, Kovászna, Brassó, Fehér és Szeben. A 6 megye vezetősége, a nagyvárosok, községek és városok egy-egy képviselője, és arról fogunk beszélgetni, hogy a pénzek, az Európai Uniós pénzek, hogy tudjuk úgy lehozni őket, hogy ne kerüljék el Hargitán megyét, mert ebben a pillanatban sajnos bukaresti álláspont, a bukaresti döntések és akár a régiós döntés is az egyelőre, hogy ez minket elkerülnek, ezért harcolni kell. Itt lesz a gyűlés a várban. Köszönöm Rádi Robert Kálmán polgármester úrnak, hogy otthont adott ennek az eseménynek. Nagyon fontos, mondtam, az elkövetkező 10 évben mi lesz. Igen. Üzenem azoknak, akik el szokták mondani, hogy olyan sok kicsi, apró, pitiánél dologgal foglalkozik a megyei tanács, hogy ez tévednek. Téves úton járnak. Minden kicsiből. Én még egyszer elmondom, én nem hiszek abban, hogy fent valaki elbörtyögi magát, és akkor lent minden átalakul a társadalomban. Nem. Én abban hiszek, hogy sok mag elvetődik, és abból nő ki felfelé egy folyamat, és 7 éves kínlódásunk eredményeként csütörtökön Maros, Beszterce és Szucsáva megyék képviselőivel arról fogunk beszélgetni, hogy a Kelemen havasok hasonlóan a Hargita egységes, ez milyen fenntartható és jelentős turisztikai beruházásoknak lehet a célpontja. Azt mondják a szakemberek, hogy Románia legnagyobb sí domíniumát ott lehetne kialakítani a Kelemen havasokban. 7 év van benne. Hányan akadályozták? Hányan? Akár a térségből is? Tehát a térségből is akadályozva voltam sokszor, hogy ne tudjunk ezzel a dologgal haladni. Na, de most ott vagyunk, hogy elkészült egy stratégia, most pedig kéne egy rendezési terv, és mi a hegy 4 megye területén van, ezért ezt közösen kell nyitjuk. Pénteken, ahogy mondtam, politikai döntés hét, lesz titkos szavazás, reméljük, hogy meg lesz a szükséges szavazat. Ha nem lesz meg, nem lesz meg. Nincs attól világ vége, ezt mondtam őknek. És a hétvégén kezdődnek a kórháznapok. Itt a kórháznál gratulálok Konrád Zsidnek és csapatának.
nagyon jól végzik a munkájukat. Na, nagyjából ennyi az eheti értékelőből. Én köszönöm szépen, hogy követtek. Láttam, hogy közben elég sokan írogattak, csak sajnos nem olyan a Facebook, hogy most ezt engedje, hogy közben válaszolgassak, de majd éjjel, várok kis családom, fogok válaszolni, igyekszem. Köszönöm szépen a bizalmat, köszönöm szépen a segítséget, köszönöm szépen a munkatársainknak, hogy tudunk haladni előre, és egy hét múlva találkozunk. Kérem, osszák meg ezt a videót. Osszák meg ezt a videót. Nagyon sokat segítenek nekem is, de azoknak is, akik számára ez az információ, amiket elmondtam, azt most lehet. Viszontlátásra!